Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Marosvásárhelyen. Ahogy ezt szoktuk, kezdjük a ma esti dharma beszédet is az Om Nám mantrával, amely az univerzum a maga tisztaságában. Hétszer. Om Szépen. Maros szépen. Marosvásárhely már nagyon sok beszédet hallott, és így szeretnék a szútráktól elrugaszkodni rögtön a kóanokig, és felolvasni egy történetet a gyűjteményünkből, amely úgy hangzik, hogy a kőoroszlán ordítása. Tájföld egyik leghíresebb szerzetese meglátogatta Dongszán zenmestert. Házigazdája barátsággal és előzékenységgel fogadta vendégét, és így szólt. Amikor hozzád látogattam, sok ajándékot és nemes gesztust kaptam tőled, mindezt ma viszonozni szeretném. Rámutatott egy kőoroszlára, és megkérdezte: Látod ezt az oroszlánt? Igen, felelte a tájszerzetes. Hallod az ordítását? A szerzetes kővédermet, és nem tudott válaszolni. Ezzel szeretnélek ma megajándékozni, mondta az emmester. Kérdések. Hallod a kőoroszlán ordítását? Mivel ajándékozta meg Dongszánzen mester a tájszerzetest? Kommentár. Egy vak ember nem látja az álmodat. Mennyire látunk? Mennyire látjuk az álmot, a valóságot? Mennyire tudunk a kettő közt különbséget tenni? Ezen múlik, hogy szellemileg felnőtté válunk-e, vagy sem. Amikor gyermekek vagyunk, hiszünk a Mikulásban. Miután felnőttünk, tudjuk, hogy a Mikulást azt a társadalom hozta létre, azért, hogy a gyermekeknek örömet szerezzünk. Létrehozta a család, a csoport, a hagyomány, a kultúra. De amikor felnövünk, és eltűnik a Mikulás az életünkből, akkor egy picit csalódunk, hogy már nem tesszük oda a frissen kiboxolt cipőnket az ablakba, és nem jön másnap a Mikulás, és nem fog virgácsot osztani, ugye? És így az illúzió eltűnik, kipukkan. És valami más örömöt kell kitalálni a gyermeknek. Mindaddig, amíg a gondolatainkat, az érzelmeinket puszta örömszerzésre vagy kielégülésre használjuk, addig nem nőttünk föl. A figyelem nagyon fontos. A figyelemmel kezdődik a pillanatban való jelenlét. És mihelyt jelen vagy a pillanatban, elsajátítod azt, ami körülötted történik. Tehát az a kérdés, hogy ebben a pillanatban mennyire vagy éber? Mennyire tudsz szembenézni a valósággal? És hogyha tényleg itt vagy, akkor a pillanat tartalma legyen az bármilyen gondolat, érzelem, beszéd vagy cselekedet, nem pusztán a jó és a rossz képzetén múlik. Nem pusztán azon múlik, hogy te mit szeretnél, mit tartasz jónak. Ehhez az kell, hogy tudj kőoroszlánná válni. Tapasztald meg, milyen az a tudat, amikor nem gondolsz semmire. És ekkor a pillanat letisztó. Amíg a tudat szélsőségekben, dualitásokban, leledzik, addig nem tiszta. Ha veszel egy tavat, és a tó állandóan hullámzik, akkor a tó tükre nem tükröz rendesen. Nem mutatja azt, ami fölötte van. Hogyha a tó tükre kisímul, akkor ezek a hullámok elcsitultak. Akkor pontosan úgy mutatja a világot, ahogy van. A tudat erre képes. És nem csak, hogy képes erre, hanem arra is képes, hogy a hullámzás közben lássa ezt a hullámzást, és tiszta maradjon. Amikor a tiszta tudat látja a saját hullámzását, akkor le tud választódni azokról az erőkről, amelyek ezeket a szélsőségeket megteremtik. Ekkor kezdünk urai lenni magunknak és a késztetéseinknek. Ekkor tudunk valójában dönteni, választani. Az ember egy lentkívül paradox és komplex lény. Először elhiszi az illúzióit, és nagyon szeretne azonosulni velük, mert ez örömet, fájdalmat, eseményt okoz. És félünk attól, ami ettől különböző, ami más, ami ezt meghaladja. Félünk elhagyni a saját komfortzónánkat. Amikor úgy döntünk, hogy mélyebb megismerésre törekszünk, akkor sikerül egy lépéssel beljebb jutni. Sikerül legyőzni önmagunkat. És ekkor egy mélyebb realitásra ébredünk rá, úgy, ahogy a tónak a hullámzó felszíne nem azonos azzal a mélyel, ami nem mozdul. Ezt a látást kérhetjük magunkon számon. Azért, mert ezen a Földön egyedül az embernek a sajátja ez. Egyedül az ember képes arra, hogy a hullámzás közben kisimuljon, ideális esetben megszüntesse a tudat állandó fecsegését, hullámzását, és elérjen egy nagyon tiszta állapotot. Amikor a zen -ok jelentőségéről beszélünk, az nem pusztán kulturális vagy intellektuális kuriózum. Ez arról szól, hogy ezekkel az eszközökkel, amelyek érthetetlenek, paradoxak, megmagyarázhatatlanok, ezzel tudjuk a tudat állandó fecsegését, mozgását, hullámzását megállítani. És akkor esélyes, hogy egy idő után ez kisimul. És pontosan úgy látjuk a világot, ahogy van. És ennek a neve az, hogy nem tudom. A nem tudom itt nem információhiány, hanem a téves nézetektől való mentesség. Ennek a nem tudható, de tapasztalható önvalónak nincsen neve és formája, jövése, menése, élete vagy halála. És innentől kezdve van vele dolgunk, mert ez sajátosan a miénk. Ezt csak az ember tudja. Senki más, semmilyen más lény nem került ki az édenkertből, csak az ember. Nekünk van én tudatunk. És így nekünk van felelősségünk, hogy ezt a látást mire használjuk. Vannak, akik tudatosan elvállalják a vakságot, csak azért, hogy ne kelljen az illúzióktól megszabadulni. Ezt akkor látod, amikor az emberek visszautasítják a felnövekvést, visszautasítják a fejlődést, és foggal, körömmel ragaszkodnak egy gyermeki állapothoz. És ez nem egyenlő azzal, amit legnagyobb nyugati bóthiszatvánk úgy mondott, hogy bizony mondom néktek, ha nem lesztek gyermekek újra, nem léphettek be a mennyek országába. Itt aláhúzom az újra szót háromszor. Nagyon fontos, hogy érjük el újra az egyszerű és tiszta tudatot, de már illúziók nélkül, de már egoitás nélkül. Már egy olyan tapasztalat birtokában, amely segítségével szerencsére lehántjuk magunkról az identitás rétegeit, és marad az önkép helyett az önvaló tapasztalata. Nézd meg, mennyi réteget visszünk magunkkal. Nézd meg, hogy milyen szerepeket játszunk. Kényszerből, akaratból. A kóanok megtanítanak arra, hogy egy pillanat alatt védj föl egy szerepet egy nézőpontot, old meg a kérdést, és utána lép tovább, menj az utadon! A kóannak a tere nem egy olyan tér, ahol sokáig tartózkodhatsz. Hogyha nem veszed föl a helyzetet, nem teremtesz helyesen kapcsolatot, akkor nem cselekszel helyesen. A tudatnak és a karmának a relativitását ezek a történetek mutatják ki száz százalékig. Nincs olyan nézet, ami ne lenne megváltoztatható. Nincs olyan fixa idea, amely ne lenne elmozdítható ez a pillanat mindent tartalmazhat, mert eredetileg semmi sincs benne. Az emberi tudat ugyanilyen. Nézd meg a karmádat. Lásd olyan tisztán, mint ennek a tónak a tükrében tükröződő, ég, felhő, a föléhajló fűszfa. Az egyéni, a páros, a családi és a csoportos karmádat nézd meg. Nagyon világosak a különbségek az egyén igazából akkor kezd el először megfeledkezni magáról, amikor páros lesz. Addig kicsiben vagy nagyban, de mindig az önközpontúság jellemzi. Hát az első mindent elsöplő szerelem az, amely ezt a kérget megolvasztja, és akkor a két lény egybe kell, vagy egyi olvad rövidebb vagy hosszabb időre. Hogyha ebből gyermekáldás származik, ez lesz a család. És a nem vér szerinti kötődésű embertömeg, az a csoport a családhoz képest. És a legérdekesebb azt megfigyelni magadban, a környezetedben, hogy milyen egyéni karmád van, ami csak te vagy, mi az, ami a páros karma, hogyan választasz párt, és téged kik és hogyan választanának, ha hagyod. És milyen család jellemző rád, milyen apához és anyához születtél, milyen rokonságba születtél, és milyen nemzethez születtél? Milyen országba születtél? És nézd meg azt, ahogy a vérszerinti kötődés szépen lazul, ahogy a rokonsági fokok szépen terjednek, és aztán átlépsz egy olyan csoportba, ahol már csak másféle identitás, másféle összetartozás alapon kötődünk. Legyen ez egy munkahelyi közösség, egy vonatkupénak a csoportkarmája, hogy arra az útra, Nagyváradig, ugyanabba a kupéba váltottatok jegyet, és úgy döntöttetek, hogy együtt ültök hatan. Ez is egy csoportkarma, csak nagyon rövid ideig tart. És látod azokat a vonzásokat és választásokat, amelyek alapján az egyén, a pár, a család és a csoport egymásra épül. Hogy veszel ebben részt? Milyen lélekkel? Milyen tudatossággal? És végső soron, amikor tényleg meghallod a kőoroszlán ordítását, akkor azt is látod, hogy a tudat hogyan teremt. Az a sutra így szól. Ha meg akarod tapasztalni a világegyetem lényegét, akkor lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Mi ez a tudat? Legalább akkor a kérdés ez keleten, mint amennyire nyugaton kérdés az, hogy ha Isten teremtette a világot, akkor ő kicsoda és micsoda, hogy ez ilyen lett. És az ember benne ilyen lett. Innentől kezdve hatalmas feladat nyugaton az istenség élménye és tapasztalata, ahelyett, hogy csak érveket, teológiát és gondolatokat halmozzunk föl. Keleten ugyanez. A kuan egy szútra szerzetesnek a mentalitását hozta, amely nem tud mit kezdeni a paradoxal. Tehát nem a buddha nevének, formájának, történetének, a taglalása fontos, hanem annak a tudatnak a tapasztalata, amely a felébredett, a látó, a teremtő. Nagyon kevesen gondolják el nyugaton, hogy az, amit mi tulajdonságként a legmagasabbra ráruházunk, ami attribútum, ami megismerhető, ami látható, hallható, tapasztalható, minden, ami érzékszervi, az mulandó. Az teremtett az keletkezett, és ez nem jellemző erre a lényegre. Éppen ezért minden zenkolostorban naponta háromszor elrecitálják a szívszútrát, amely a meghaladó bölcsesség szíve szutra, amely pontosan ezeket az attribútumokat bontja le a lényegről, és így az ismeret helyett a tapasztalhatóságot hozza el. Ez a tapasztalhatóság a legfontosabb. Az én gyakorlat erre megy rá a gyána, csanna, csan, zen szókapcsolat etimológiai sor jelentése, egy évválás, tapasztalás, és ezáltal azzá válni, amiről tanulunk. És a külsődleges ismeret helyett egy benső tapasztalatot elérünk. A kóanok tehát olyanok, mint a különleges vezetők a sivatagban. Tudjuk, hogy hol a víz, és az illúzió homok tengerében előbb-utóbb megtaláljuk az éltető forrást. Akármilyen nyelven mondom ki, ha csak beszélek a vízről, szomjan halok a sivatagban. Hogyha megtalálom a forrást, akkor életet kapok, és életet tudok adni a víz által másoknak, más szomjózóknak. És erre tényleg csak az ember képes ezen a földön. A kérdés az, hogy hogyan bánunk ezzel a képességgel. Mit teszünk magunkkal, egymással. És a legszomorúbb tapasztalata az, hogy az én tudatunkat, a jelenlétünket, a képességeinket teljesen másra használjuk, és ezért más karmát halmozunk föl, mint sem a felébredés felé vezető utat járnánk. Honnan tudjuk? Onnan tudjuk, hogy az emberiség Sokkal gyorsabban és nagyobb mennyiségben termeli a szenvedést, mint a megvilágosodást. Sokkal inkább a Mikulás típusú illúziókban szeretünk elmerülni, remélni és félni, ahelyett, hogy szembenéznénk a realitással, és mernénk látni belül is és kívül is. Hogyha szeretnénk tudni, hogy 7,7 milliárd ember milyen tudatossággal él, akkor körül kell nézni a világban. Mert a kollektív produktumunk az a mostani társadalom, az a mostani bolygó. És hogyha ez nem elég visszajelzésnek, akkor nézd meg belül a saját megoldatlanságaidat, és döntsd el, hogy mit szeretnél velük kezdeni. Vannak olyan karmák, amelyeket nem tudsz továbbvinni, jó lelkiismerettel le kell hát tenni. A zen nem kitaposott ösvény. A zen sokkal inkább iránymutatás, és az önállóság meghagyásával való közös cselekvés, közös gyakorlat. Az előre kidolgozott rendszerek egy nagyon bonyolult szegecseléssel készült hídhoz hasonlítanak, amit előre megépítettek neked, azért, hogy te átmenj rajta. Egy idő után rálépsz a hídra, mert sokan átmennek. A barátaid is, az ismerőseid is. És néznek vissza féltávra, hogy nem jössz, Sokkal jobb itt, mint a parton, ahol annyi problémád van. És átér a túlsó partra az ember, és nem talál lényeges különbséget. Miért? Mert amíg átment a hídon, addig ő nem változott. Elsajátította a hídelemeket, megtanulta a leckét, elsajátította a rendszert, okosabb lett, műveltebb lett, többet látott a világból, egy picit magából is, de lényegi átalakulás nem történt. Még mindig azt a csomagot viszi a hátán, amivel kényszerből azonosul. És ezért nagyon sokan, akik ezt érzik, azok félúton megállnak, néha visszafordulnak, sajnos van, aki beugrik a hídról a vízbe. A sok-sok tanulás mellett látsz olyat, aki önpusztító magatartást tanúsít, mert nem bírja elviselni azt, hogy a tanulás az okosodás mellett, az ismeretszerzés mellett ő nem változik, és a lényegi problémái nem oldódnak meg. Van, aki lázad a rendszer ellen, és fel akarja robbantani a hidat. Van, aki csak vitatkozik, és egy-két szegecset ki akar húzni belőle, hogy azt ő maga más módon tegye bele. Az en nem ilyen, nem ad kész rendszert. Támpontot ad, irányt mutat, és ha akarsz, akkor mehetsz, de saját erődből. Ez sokkal inkább ahhoz hasonlít, hogy felfedezed, hogy a nehézségeid valójában egy hátizsákban kövek és amikor a folyó partjához érsz, az első követ kiveszed a hátizsákodból, és bedobod a folyóba. Ez egy lépőkövé válik, és rálépsz a köre, És a következő követ már innen dobod le. Már a karmádat meg tudod különböztetni magadtól. Már egy-egy szokásodat le tudod vetkőzni magadról. És így a nem azonosulás mértékében, az éntelenedésben, fokozatosan ezeket a köveket, amiket oly nehéz sorsként viselsz, úttá változtatod, és lépőkövek lesznek a szenvedés folyójában. Aki így tesz, az kétszer is meggondolja, hogy beleugorjon a folyóba vagy sem. Hogy elveszítse azt a munkát, amit maga végzett el, hogy letérjen arról az útról, ami saját erejéből jár. És a túlsó part akkor következik el, amikor az utolsó követ a hátizsákból behajítja a vízbe, és a következő lépés a túlsó part. Nincs előre meghatározott helye. Van, akinek pár lépésből sikerül, van, aki több ezer évig megy. Több ezer évig azonosul a saját nézeteivel, dualitásaival, traumáival és örömeivel. A hátizsák semmi baj. Te választod meg a tartalmát? Te teszed bele a boldogságot vagy a szenvedést, vagy pedig áldozatnak tünteted fel magad, és a világot okolod azért, mert olyan vagy, amilyen. Tehát a felébredés útja a szükségszerűen az illúzióvesztés útja, de ahogy könnyebbedik a hátizsák, úgy tudsz jobban örülni az életnek. Úgy válik egyszerűbbé a tudat, úgy válik élhetőbbé az élet. És ekkor tudsz segíteni másoknak. Addig te szorultál segítségre. Valakinek meg kellett mutatnia, ki kellett mondania, hogy a karmáddal nem vagy azonos, de mégis te viszed, mert te teremtetted és te ragaszkodsz hozzá. Valakinek el kellett vezetnie téged a folyópartjára, és türelmesen várnia, míg az első követ belemered dobni a folyóba. Senki nem fogja kivenni a hátizsákodból. Aki mégis nappal kiveszi, éjszaka visszateszi. Mit szeretnél? Milyen irányban haladsz? Akárhogy nézed az időt, ciklikus és lineáris folyamatból áll egyszerre. Nem tudod megállítani. Amikor fölnövünk, az egyik felnőtt tapasztalatunk az, hogy milyen elképesztően rövid az élet. Családos embereknél ez úgy szokott jelentkezni, hogy megszületik a gyerek, és mire kettőt pillant tíz éves, meg tizenkettő a szülők meg úgy 40-45, és rájönnek, hogy már kevesebb van előttük, mint mögöttük. Itt van a természet, amelyik alsó hangon több milliárd éve létezik, és mi emberek egy életet olyan rövid ideig élünk, mint amíg egy molylepke meglátja a gyertyalángot, belerepül ellobban. Az életünk egy harmadát alvással töltjük. Ez az ágyban való alvás. Az életed hanyad részét töltöd éber alvással, az álomban való sétálással, a téves nézetek közötti malmozással. Mennyit van a tudatod álomban, és egy vakember nem látja se a saját álmát, se másokét. És itt a tudati vakságról van szó, amelyet akkor vállalunk, amikor feleslegesen harcolunk, vagy feleslegesen menekülünk. Ha egy konfliktussal találkozol, ha egy nehéz helyzettel találkozol, ha egy nehéz emberrel találkozol, használd fel arra, hogy fejjebb ébredj. Ne menekülj, ne harcolj, és ne fagy le. Láss! Ha félsz, honnan jön a félelem? Ha remélsz, merre megy a remény? Ha feszültséget, konfliktust érzel, az honnan jön? És épp ezért a zenben kérdést teszünk fel, mert a kérdés kinyitja a tudatot. A definíciók határt szabnak neki, a határokra szükség van. De az abszolút értékűnek kikiáltott kijelentések a dogmák börtönbe zárják. Fordítsd vissza, ha úgy érzed, hogy a tudatod börtönben van, akkor milyen kijelentéseket, nézeteket veszel abszolút értékűnek, változtathatatlannak, pusztán egy jelentésűnek, és ha azonosulsz velük, akkor miért? Tehát a korlátainkat jó lenne lebontani, viszont a határainkat jó lenne megismerni. A korlátokra nincs szükség, a határokra viszont igen. És szellemi felnőtségünk mértékében tudunk magunkon és másokon segíteni egyaránt. Levetjük az elkövető és áldozat tudatát egyiknek sem jó lenni. Ehelyett az egyévválás tapasztalat a tisztító. Körülbelül olyan, mint amikor egy vízcsepp belecsöppen a tengerbe, és az óceánnál válik. Felszokták tenni a kérdést, hogy ilyenkor mi lesz a vízcseppel? És bizton tudod, hogy az ott van az óceánban, otthon van, hazatért. A lelked olyan, mint egy csepp. Egy csöpnyi tudatosság, egy pici szikra. Honnan jött? Hová megy? Ebben a pillanatban, és csak is ebben a pillanatban tudsz választani. A múlt elmúlt, de minden következménye itt van. A jövő még nem jött el, de annak a magva az eredete ebben a pillanatban van. És ezért kell ezt az elképesztően rövid életet nagyon komolyan venni, mert amit idehoztál, azt a korábbi életeidből hoztad. Amit innen tovább viszel, az a későbbi életeid kiinduló pontja, alapja. Az nem baj, hogy így születtél, és ilyennek. Így akarsz tovább menni? Ugyanezt a csomagot szeretnéd lehozni a következőben is? Tedd föl helyesen a kérdést, és akkor helyes választ kapsz. Erre szeretnék most mindenkit serkenteni, azzal, hogy ide hívok egy embert, aki szeretne kérdezni. Kezébe veszi a mikrofont, és most a ti kérdéseitekkel folytatódik az előadás. Tehát gondolatainkkal teremtünk. Mennyire lehet egyenlőségjelet tenni gondolataink és tetteink között? Semennyire. Viszont egymáshoz tartoznak amit elgondolsz, azt megteheted. De előbb lásd a következményét, és lásd a motivációját, hogy honnan jön és hová megy. A szó sohasem egyenlő a cselekvéssel. A címke sohasem egyenlő a valósággal. De ezek alapján tájékozódunk. Szerencsére van egy intellektusunk. Mindegy, hogy, hogy hány ló erős, de az az intellektus tud gondolkodni. Használjuk. Gondolkodjunk tisztán, torzításmentesen, reményektől és félelmektől mentesen. Legyenek céljaid, de hiába való reményeid, légváraid ne. Nyugodtan használd föl a korábban tanultakat, de félni teljesen haszontalan. A félelem azt jelenti, hogy valamit nem ismertél meg, és úgy tartasz tőle. Amit megismertél, attól nem félünk, azt tudatosan elkerüljük. A gondolat szülhet cselekedetet, de ha úgy látod, hogy már a gondolat is rossz, akkor nehogy megtedd sohasem lesz a négy csatorna gondolat, tett, érzelmek és szavak. Ezek nem lesznek egyenlőek, sohasem lesznek felcserélhetőek. De az a jó, hogyha ugyanabba az irányba mutatnak és egymáshoz tartoznak, mert ettől leszel egy egészséges személyiség. Ettől érzed úgy, hogy egyben vagy. És hogyha ez a négy nagyon széttart, akkor az ember szétesik, Elveszíti azt, amit integrált, egészséges személyiségnek nevezünk. És erre szükség van. Az en útján megismered azt, hogy ennek a személyiségnek egyetlen egy darabja sem állandó, abszolút, vagy változás nélküli, esetleg tökéletes, vagy örökkön tartó. Egyik karma sem ilyen. Szerencsére. Amíg a karmáddal azonosulsz, addig a mulandóság, tökéletlenség és kölcsönös függés törvényei ellenet dolgoznak, mert azt érzed, hogy beléd tép a valóság, hogy beléd marra világ a törvényeivel. Mihelyt nem azonosulsz a karmáddal, ez a három törvény neked kezd el dolgozni. Lásd a gondolataidat, és lásd az érzelmekkel, beszéddel és tettekkel való összefüggésüket, és akkor egészségesen felnőtten lehet az úton haladni. Azt szeretném megkérdezni, hogy sokszor a döntéseim folyamán nagyon nehezen tudom megkülönböztetni, hogy mikor döntök helyesen és mikor nem. Egyszerűen nem tudom fölismerni, hogy ha két út között kell választanom, akkor melyik legyen az? El kellene olvasni a Csongor és Tünde című darabot Vörös Martitól. Ott van egy hármas út, a sokkal nehezebb, mint a kettő ha azt megoldod, akkor az összes többi, ami két utas, az sokkal, de sokkal kezelhetőbb lesz. Nekünk itt ezekben a történetekben vannak olyan nehéz paradoxonok, nagyon kevés eszközzel teljes értékű megoldást kell találnunk. Ha az ember a tudatát az zen segítségevel tréningezi, akkor tényleg egy olyan képességet sajátít el, hogy látja a döntései következményeit, magyarul érzi, belül rálát arra, hogy ezt vagy azt válassza. Tehát hosszabb meg az utat, hová jutsz? Uh -huh. És pontosan mit érzel, amikor az egyikre föllépsz? Így írja, föllép a hármas útra. Figyeld meg! Te a másik elé odaállsz, föllépsz a másik útra, még nem indultál el rajta. Milyen érzés? És emellett megvan az érzelmi, értelmi belátás, mindegyik csatorna közvetít valamit. A puszta gondolat nem elég, a puszta érzelem nem elég. Megteszed az első lépést, megmered tenni a másodikat is? Ha megtetted, mersz róla beszélni, akarsz róla tárgyalni másokkal? Tehát nézd meg, hogy a négy csatorna mit mond. És nagyon-nagyon világos, hogy ezt föl akarod-e vállalni? Akarsz-e azzá válni, ami a döntés következtében leszel? Mert amennyire nincs állandó fix eleme az énségünknek, a személyiségünknek pontosan olyannyira definiál minket a karmánk, mert amit teszel, azzá leszel. Amit mondasz, és megkötöd, az lesz a beszéded. Igen, ahogy gondolkodsz, hogy érzel, az az érzelemvilágot és a gondolatvilágot, de ezt mi magunk teremtjük. De amellett, hogy ez eredetileg rajtunk kívül nem létezik, pontosan olyannyira érvényes a teremtés törvényen ránk. Hogy a következményekkel együtt kell élni. Úgyhogy kellenek a következmények? Kell az a cél, amit elérsz egyik vagy másik úton? És akkor döntesz. Ha tudod és akarod vállalni. És végső soron, ha nem csak magadért mész azon az úton. Hogyan tudnék megszabadulni a csoport karmától, illetve a... Nehéz ilyet Marosvásárhelyen hoza... kimondani, de akkor ki kell lépni a csoportba. Tehát annyira nehéz sokszor, mivel hogy megköt ez a karma. Köt a is. karma? Igen. Ha köt, akkor tenni kell egy kört, kilépni belőle, és az milyen érzés, és utána visszajönni. Uh -huh. Nagyon megváltozik az ember hozzáállása, megváltozik az, hogy mi dolgod itt. A tudatosan fölvállalt karma az igazi felelősség, a kényszerből vitt karma az a legnagyobb kötés. Tehát ne kényszer legyen a csoportkarmád, hanem egy tudatos vállalás. Ehhez a hozzáállásnak meg kell változnia, és ez anélkül nem megy, hogy ki ne lépnél innen ideig, óráig. Aki csak kilép és nem tér vissza, az legjobb esetben 50 százalék. Aki úgy tér vissza, hogy nem változott meg, az nem fejezte be a munkát. Aki egy átalakult, letisztult személyiséggel visszatér, az tud igazán segíteni. Az előadás végéből idéznék: Tedd föl helyesen a kérdést. Ahhoz, hogy feltegyem helyesen a kérdést, kell ismerjem jól a feladatot. Most van a kérdésem. Van -e egy univerzális feladat, vagy mindenkinek vannak saját feladata is, ahhoz kell megtalálja a kérdést? Miért élsz? Erre válaszoljak? Meg kell. Hát, mert megszülettem. Nem elég, az állat is megszületik. De, de ő is él. Annyira tudatosan, mint te? N nem hiszem, hogy annyira tudatosan. Jó. Mi különbözteti meg az állatnak az ösztönszerű sorozatos döntését a te döntési sorodtal? A kérdésben van a válasz, hogy ő ösztönösen, ösztönösen dönt, én pedig nem csak önt, ösztönösen, olykor én is ösztönösen. Fordítsuk ezt le úgy, hogy nem használjuk a frajdi terminológiát, nem téged a vitalak. Az állat a saját karmáját nem látva cselekszik. Az ember a saját karmáját látva vagy részben látva dönt. Ennek a látásának, ennek a látásnak a függvényében tiszta vagy kevésbé tiszta a döntése. Ha így nézed, mi az életet célja? Akkor már nem csak az, hogy megszülettél és megy ez a biológiai gép, és enni kell, aludni kell, inni kell, párosodni kell, és a többi. Ez az állat, és kész. Az ember mennyivel több ennél? Itt bevallom, hogy rögtön az elején elakadok. Én Kapsz nagyon kezdő vagyok, a és nem tudom, mi az, hogy karma. Ezt nem hiszem el rólad, alig van hajad. Hogy ne tudnád, hogy mi a karma? Már rég kihullott tőle. Ettől, van a, ettől, ettől hullott ki a hajam? Bizonyám komolyan mondom, tényleg nem tudom, mi a karma. Nem viccelek, tényleg nem tudom, mi. A karma az az ok és okozat működése, a cselekedet és következménye, a beszéd és következménye, az érzelem és következménye, a gondolkodás és következménye. Ezen ok és okozati folyamat működése, felhalmozódása, szokásokás sűrűsödése, a szokásokkal való azonosulás, így a személyiség összeállása, a személyiség párba, családba és csoportba rendeződése, ez mind karma. Minden, ami ezen a földön megjelenik és eltűnik, ez mind karma. Egy valami nem jelenik meg és nem tűnik el, amelynek eredetileg nincs formája és neve, élete vagy halála, jó vagy rossz vagy egyéb minősége. Ez az a látó, a látás, amit keresünk. Pedig ez az, ami keresi. Úgyhogy semmi más dolgunk nincs, mint egy olyan célt kitalálni, amivel így zen szempontból elérhetjük a felébredést. Ez lenne az a szellemi cél, amely által egyre tudatosabbak, éberebbek, tisztánlátóbbak lehetünk. Most ezen kívül olyan életcélt választasz meg magadnak, amilyet szeretnél, sőt, ez sem kell, mint szellemi cél, ha nem szeretnéd. Szóval, miért élsz? Őszinte leszek, nem tudok válaszolni. Itt a lehetőség. Holnap után egy elvonulásunk lesz Csehét falván. Szeretettel várunk. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Szóval én is azzal kezdeném, hogy mint az előző kérdező, hogy én sem tudtam a karmának a definícióját. Mert először tévedek be egy ilyen előadásra, nem bántam meg, hogy eljöttem, kíváncsi vagyok. Tehát, ha olyan kérdést teszek föl, amiből esetleg kiderülne, hogy én is most tudtam meg, hogy mi a karmám, ne csodálkozzanak rajtam. Szóval a kérdésem az, hogy mi van akkor, amikor záros időn belül kell meg, elhoz, meghozunk egy döntést. Kell elgondolkodjunk egy olyan cselekedet végrehajtására, amire nincs repetíció, ami nem ismétlődik meg. Nincs időnk, pánikba esünk, tudjuk, hogy jól kellene döntsünk, meglépjük azt a lépést, az eredmény negatív, vagy nagyon negatív, és maradunk egy óriási teherrel, amit, ahogy elmondottad, ha majd belépünk abba a bizonyos folyóba, egyszerre kőként le kellene tegyük a lábunk elé, hogy átjussunk a másik partra. Mi erre a megoldás? Amikor egy cselekedetnek a negatív eredményét legalábbis általunk belátható időintervallumban nem tudjuk korrigálni. Tudomást szerzek arról, hogy nagyon komoly beteg vagyok. Több lehetőségem van, elvileg kapok hírt innen is, onnan is, amonnan is, hogy Elmehettek, mit tudom én, ilyen kezelésre, ehhez az orvoshoz, ahhoz az orvoshoz. Teljesen tanástalan vagyok, utána nézek, de véges időn közlik velem, hogy ha bizonyos időn belül nem mentem el, akkor lerövidítem a, mit tudom én, életidőmet. Mondok Igen. egy példát. Nem a helyes döntést hoztam meg, és szembesülök az eredménnyel, hogy közeledik a végem. Ha másképp cselekedtem volna, akkor. Ilyenkor mit tudok csinálni valakinek, aki hasonló helyzetben van, mint én? Tanácsot tudok adni? Még nem. Mert még nyomja a lelkedet a döntés. És hogy lehet egy ilyen döntéstől megszabadulni? Hát először is tudomásul kéne venni, hogy ezen a földön, aki megszületett, az mind meg fog halni. Ez az első. A másik, hogy a hátralévő időddel mit kezdesz és ne az orvosra hallgass pusztán, tedd meg azt a belső lépést, hogy adsz magadnak egy hetet, biztos, hogy több lesz. Egy hét alatt mi az a legfontosabb, amit végrehajtasz? Összeírom a bakancslistámat. Nem. Ha tényleg egy hetet van, semmilyen bakancslista nincs. Tehát először szabadulj meg a pániktól, és nézd meg, hogy egy hét alatt mit tennél. Aztán tágítsd ki egy hónapra, fél évre, egy évre, és innentől kezdve teljesen tudatosan újra tudod építeni az életedet, úgy, hogy most már mindegy, hogy mennyi van hátra, mert végre tisztában vagyok önmagammal, a prioritásaimmal, ki kedves nekem, ki nem, mi fontos, mi nem. És ekkor egy adott pillanatban rájössz, hogy ez a hirtelen, nagyon durva felébredés, hogy nem évtizedeid vannak hátra, hanem csak pár év, és remélem, hogy ez nincs így, ez egy elképesztő erős felhívás és ébresztő szózat volt, és ezért teljesen újra raktad az életedet. És ha újra raktad az életedet, és megbékéltél a helyzettel, és teljesen cselekvővé váltál, és nem traumaként fogod fel a halált, akkor tudsz segíteni másoknak előtte. Nálam. Most értettem meg, abból amit mondtál, hogy miért változnak meg gyökeresen, szerintem azok az emberek, akik komoly egészségügyi krízisen esnek át, és mégis megadatik nekik a lehetőség, hogy Pontosan. folytassák az életüket. Köszönöm. Nagyon szívesen. Jó -jó, Zsódzsu mester, csak menj egyenesen. Egy utazó szerzetes megkérdezett egy öregasszonyt, aki ugyanazon az úton ment. Hogy jutok el a Dészán hegyre? Csak menj egyenesen, igazította útba az öregasszony. Miután a szerzetes pár lépést tett, hozzátette. Jó szerzetes vagy, de mégis inkább arra kéne menned, és egy másik irányba mutatott. Nem sokkal később a szerzetes beszámolt a történtekről Joe -Jusen mesternek. Megyek, megnézem magamnak, mit tud ez az öregasszony. Másnap a mester elment oda, ahol a szerzetes korábban találkozott az öregasszonyjal, és ugyanazt a kérdést tette fel neki. Az öregasszony ugyanazt a választ adta. Zsúzsú visszatért a templomba, és így szólt a gyülekezethez. Teljességgel kiismertem az öregasszonyt. Kérdések. Miért tette próbára a szerzetest az öregasszony? volt tudat a amikor próbára tette az öreg asszonyt? Mit jelent az, hogy teljességgel kiismertem az öreg asszonyt? Kommentár. jojo van szeme, füle, orra, nyelve és teste, de nincs csontja. Hogyan megy fel a Dészán hegyre, és hogyan jön le onnan? Az öreg asszonynak nincs szeme, füle, orra, nyelve és teste. Hogyan mutatta meg az utat a Dészán hegyre? Nagyon furcsa ne várd, hogy értsd, ez nem arra való. Ez arra való, hogy a reaktív tudatod hatalmas mozifilmként megmutassa a gondolati, érzelmi és egyéb karmádat. A koan pontosan olyan, mint amikor a mélykasba bedobsz mondjuk egy egeret, és az összes még puff. Az első reakció, miután szegény egeret agyon szurkálták, hogy bevonják mévi assza és a kaptárnak egy részében szépen az ott el van, egész addig, amíg a méhész észre nem veszi, és akkor kiveszi. Az érthetetlenséget azt a saját önvédelmünk méviaszával beszoktuk vonni, és eltesszük a tudatunk legmélyére, és egész addig, amíg a belső méhész elő nem szedi, addig az ott pihen. És a kuan gyakorlat pontosan ezt a tulajdonságunkat használja föl. És a hasonlatot átalakítva, a kuan egy olyan kis tojás, amin a tudattalan kotlós csúkja ott ül. És mivel nem oldottad meg, ezért az éberség pillanatában szépen melengetjük ezt a tojást. És egyszer csak kibújik a kis csirke, megszületik a megoldás, és azt tudod, hogy te voltál, de mégsem a tudatos éned. És ezért a felébredésnek, még ha nagyon durva is a realizáció, óriási jelentősége van. És ezért várok szeretettel mindenkit, akár a helyi visszavonulásra innen 100 kilométerre, vagy pedig az eredeti fényzen templomban innen 700 kilométerre, hogy ezt oldja meg. Oldja meg a benső koant, azt az érthetetlenséget, hogy például miért vagyunk itt és mi a célja az életünknek, van-e előre elrendelt sorsunk vagy nincs, magunk állítjuk-e össze az életünk jeleneteit, vagy van egy egyéb rendező, vagy egy forgatócsoport. Ezt belül érdemes letisztázni. Ez a mi munkánk, és bizony nem is kevés. Mert ha nem, akkor puszta ösztönszerű vagy kényszeres döntések sorozataként éljük le az életünket, és amikor visszanézel, már egy párszor visszanézett itt mindenki. Mit értél el? Van-e a múltadnak szeme, füle, teste vagy csontja? Van-e bármilyen lényege? Vagy csak puszta következmény vagy? puszta teremtettség vagy, puszta tehetetlenség vagy, puszta röghöz kötöttség vagy. Ez annyira rajtunk múlik, amennyire ezt a látást elmerjük vállalni. Amennyire elfutunk magunk elől, annyira futunk el a világ elől is, meg a másik ember elől is. Kicsit nehéz megszólalni a csendben, de felteszem a kérdést, hogy lehet a karmából darmát csinálni, például egy olyan esetben, hogy bejönnek a hangyák a szobába, hogy viselkedjen, hogy ne ártson a nem gyakorló, a gyakorló, és esetleg a mester. A természet az harc. Vagy a hangya eszi meg a házadat, a szekrényedet, a ruháidat, vagy nem? Megtaníthatod-e a hangyákat jobb belátásra? Nem sikerült. Akkor marad a hangyapor meg az egyéb okosabb gátlószerek, hogy ne enged bejutni őket, hogyha nagyon fickósak a hangyák, akkor kirágnak mindent, és akkor harcolni kell. Tehát ne gondoljunk ehhez hozzá semmi többet, mint annyit, hogy ezt mi nem szeretnénk, de ha nem sikerült, akkor lépéseket kell tenni. Milyen? A három. Nagyon sok mantra recitálása közepette kiírtod a hangyákat, mert nincs más választásod. Legyünk felnőttek. Most gondold el, hogyha a hegyen sétálsz, és a gyerekeidet fenyegeti a medvete tétováznál? Nem. Gondolnál arra, hogy nincs vadász engedélyed? Nem. Ott van nálad az ekkora nagy késed, és mindent elkövetsz, hogy megmezd a gyerekeid életét, és kész. És akkor utána majd egy békítő szertartással a medvelelket elküldöd a tiszta földre, és bocsánatát kéred, hogy meg kellett ölnöd. Egyébként ez a régi törzsi társadalmakban pontosan így zajlott. A zsákmányállatot nem termékként vették tudomásul, hanem egy olyan lélekként, aki a testét neked adta a vadászat során. És meg kellett békíteni a lelket, hogy ne jöjjön vissza lidélces álmokban kísérteni. Úgyhogy ez nagyon fontos, mert ez a Föld a természeti lét szintjén harc. Nincs béke, nincs megállás. Minden nap enni kell, minden nap fönn kell maradni, minden nap el kell dönteni, hogy a következő nap milyen legyen. De mégiscsak ülni azért elég kellemetlen. Kellemetlen, de most is megteszed, amikor például lélegzetet veszel. És mindenki. A lélegzetünk oxidál, és minden egyes lélegzettel baktériumok százezreit oxidáljuk el a tüdőnkben, és aprócska kis lényecskéket teljesen az örökvadászmezőkre küldünk. És még nem is foglalkoztunk azzal, hogy amikor táplálkozol, akkor milyen növényi, állati entitásokat sajátítasz el azért, hogy a test éljen és működjön. Tehát ezt nem tudod kiküszöbölni, a legszentebbek sem. Az, hogy hogy állsz ehhez hozzá, és hogy minél alacsonyabb tudatszintről, minél kevesebbet vegyél el, az már a mi helyes döntéseink következménye. De nem tudsz enélkül ezen a Földön élni. Ha ez egy békés, kiegyensúlyozott, ártásmentes környezet lenne, gondolod, hogy fel akarnánk ébredni a saját illúzióinkból? Akarnánk-e tudni, hogy mi akarnánk? Ha ezer évig élnénk, foglalkoznánk a mulandósággal? Ha minden rendben lenne, foglalkoznánk a tökéletlenséggel? Ha teljesen szabadok lennénk, foglalkoznánk a kölcsönös függéssel? Ezért mondtam, hogy ha ezt a három törvényt látod, akkor a karmáddal nem fogsz azonosulni, és el kell indulnod a látás a felébredés útján. Ez egy ilyen kemény hely ez a Föld. És nem büntető tábor vagy paradicsom, hanem pontosan az, amivé tesszük. A test is, a természeti környezet is pontosan a karmák függvényében alakul. Amivé teszed, azzá lesz ez a legnagyobb tanítás itt ezen a földön, hogy ez a környezet a maga személytelen, de végtelen intelligenciájával tükrözi a tudatos, egyéni, családi és csoportos döntésünket. És ez a tükröződés az a következmény, amit ezen a földön tapasztalunk emberi és természeti oldalról egyaránt. Ez az, amit nem tudunk meg nem történté tenni, amivel szembe kell néznünk. És ez a szembenézés, ez az út. A felébredés felé tett első lépés a helyes lépés. Az a kérdésem, hogy vannak elképzeléseim, amikhez ragaszkodok napok, az életem során, és azokból nem akarok engedni sokszor. Kemény teremtés, vagy hallom? Előbb-utóbb mindenki enged, de hallgatlak. De belátom, hogy igen, tehát hogy helyzetek, amiket megtapasztalok, és aztán látom, hogy engednem kell. És amikor úgy érzem, hogy elengedtem egy dolgot, jön még egy sokkal nehezebb, amit el kell engedjek. És amikor úgy érzem, hogy valamit teljesen elengedtem, mégsem. Még valami nehezebb jön ugyanazzal az élethelyzettel, ugyanazzal a témával kapcsolatosan. És mit tehetnék ilyenkor? Nézd meg az oldás és kötés benned végbe menő mágiáját, hogy látszólag elengeded egyik kéz, és megfogod a következőt a másik kézzel. Hát azért jön oda, mert bevonzod, mert szeretnéd, Különben ugye menném mellette, mint a sheets. Tehát egyik kézzel elengeded, a másik kézzel megfogod a következő verziót. És természetesen nagyon sok az elképzelés, de úgy tűnik, hogy az egyéni karmából már a páros karma kialakult. Jó látom? A családi karma esetleg útban van? Örülök. Isten tartsa meg a magyar népet. Viszont az igazi, változás az akkor lesz, amikor a következő generáció kipottyan ide a létbe. Na, akkor próbáld meg az elképzeléseidet megtartani. Az lesz az igazi kis butha, amelyik felmutat az égre meg a földre, tesz nyolc lépést, lába nyomán lótuszok nyílnak, és azt mondja, az ég alatt és a föld felszínén egyedül én vagyok szent. Ezt anyukának így, meg apukának tessék engem tudomásul venni. Kész. Tessék velem foglalkozni. Én vagyok most fontos, nem ti. Miért? Idehoztatok a világra, szerbusztok. Tessék fölnevelni. Tessék velem nagyon jobb bánni, mert én vagyok a nyugdíjpolitikátok, és semmi több. <laughs> Nincs ezzel az életes semmi baj. Csak néha kicsit élesek a kanyarok. Semmi nem tanít akkora alázatra, mint egy erdélyi vasúti átkelőhely. Egyéb kérdés? Tehát szembe találom magammal egy olyan helyzetet, ami nagyon kellemetlen. Most én szó szerint édesanyámmal való kapcsolat, én állandó harcban vagyunk. Vannak ilyen jó kis nyugodt periódusok, és akkor na, azt mondom, megbocsájtottam, ilyen nő el kell fogadjam, hát édesanyám és akkor ez megy egy darabig, és akkor megint megismétlődik durvábban, ahogy a hölgy is mondta, ugyanaz. Most én nem tudom most ezt a megoldást elfogadni, vagy lehet, hogy így van. Hogy nem mások megoldását fogad, de tedd fel azt, a saját hogy kérdésedet, igen, hogy és kapsz én egy saját választ. Tulajdonképpen miért nem tudom ezt elengedni? Miért nem tudom elfogadni olyannak, amilyen, vagy mit kéne csináljak, vagy mit gyakoroljak, hogy ez ne legyen annyira sértő nekem se és neki se. Tehát mert elkismerett furdalásom van utána, hogy hogy beszéltem, vagy hogy viselkedtem vele szembe, és valamikor nagyon szépen le tudom rendezni, tehát úgy válaszolok neki, hogy nem háborodok fel, és, nem, és meghallgatom, és mindent. Szoktál palacsintát sütni? Igen. Örülök. A közben az biztos, hogy jó és közben csak arra gondolok, másról nevezem. Mitől biztos. lesz jó a palacsinta? Hogyan nem ég az oda, és hogyan nem marad nyers? Hát a megfelelő időpontba fordítom meg. Így van. Ezért a tudatodat is a megfelelő időpontba fordítsd meg, és a saját reakcióidat süst ki az éberség tüzén. Magyarul ne azonosítsd a valódi párbeszédet a saját érzelmi és gondolati reakcióiddal. Tehát ne a saját személyiségeden keresztül szűrd édesanyád információit, mert akkor mindig dualista reakciókat fog belőled kicsiholni, provokálni, fájdalompontokat nyomkodni, egyebek. Teljesen felesleges, nem vezet sehova, vagy állandó körforgásban van, és így nem oldódnak meg a problémák. Én javaslom, hogy találj egy olyan helyet, ahol édesanyádhoz hasonló korú hölgyek vannak, és kezdjél el beszélgetni velük. Bármiről. Ez lehet egy szociális otthon, foglalkoztató, bármiféle környezet, és ismeri meg hasonló karmákat, ez a plusz-minusz öt év. Mm. És hogyha velük úgy tudsz beszélgetni, hogy meghallgatod őket, átérzed a problémáikat, de természetesen ezen a családi karma terhe nincs ott, mm. akkor ezt felhasználva el tudsz kezdeni beszélgetni édesanyáddal teljesen más szemszakba. Mm. És Látod azt, hogy ő lényegében nem különbözik az összes többi korosztálya beli hölgytől. A részletekben igen, és a legnagyobb különbség az, hogy te vagy a lánya, és ő az édesanyád. Na most, ha a birtok viszonyt fel tudod számolni, attól az összetartozás nem szűnik meg, de nem kezdjük el tépni a nem létező láncainkat. A birtoklásnak már rég vége, csak még úgy teszünk, mintha lenne. És ez kölcsönös, tehát anyukáról le kell hántani a birtokló reflexeket, te pedig ne viselkedj úgy, mint egy birtokolt, irányított személy, hanem ismerjük fel a helyzetet, teremtsünk helyesen kapcsolatot, és cselekedjünk, beszéljünk helyesen. Honnan tudod, hogy helyes, hogy nem szenvedéshez vezetett, hanem boldogsághoz, szeretethez, együttérzéshez, megoldáshoz? hogyha újra termeled a problémát, akkor nem tettél helyesen, és nem beszéltél helyesen. Nem gondolkodtál helyesen, nem éreztél helyesen. És innentől kezdve a családi karmának a letisztítása az a csoportkarma segítségével történik. Ezért mondtam, hogy hasonló korosztályú hölgyekkel folytas Érdemben beszélgetést, ismernek az életüket, érezd át a problémáikat, próbálj segíteni nekik, és ekkor eljutsz oda, hogy édesanyádnak mindent megadsz, amire szüksége van, de azt nem teljesítheted, amit akar. És a kettő között tessék különbséget tenni, és merni látni azt, hogy mi az, amit lelkileg, fizikailag, egzisztenciálisan meg kell neki adni, hogy emberi, normális, korrekt kapcsolat legyen de amit az ő énségéből akar, mert az ő képe rólad még mindig az, hogy te a kislánya vagy, azt már nem lehet, nem tudod, és nem szabad kiszolgálni. És ez egy nagyon nagy tisztítás. Ilyenkor vannak a bajok is, amikor ez a birtoklási vágyát annyira túl használni, és nem tudom a megfelelő kifejezést, hogy ilyenkor Csattanok én. Hogy már... Hirtelen áldozatból elkövető leszel. Ne csattanjunk, kérem szépen, lépjünk hátrébb. Hogyha oda készül égni a palacsint, lejjebb csavarjuk a gázlángot, vagy fölemeljük a serpenyőt. Tehát távolságot teremtünk, és a karmának a tüzét egy picikét tessék lejjebb csavarni. Sikerül. És erre úgy tudsz emlékezni, mert Pánikba pont a gázcsapot felejtjük, én inkább Igen, felrobbanunk biztos. saját magunk. Tehát következőre tessék emlékezni: gondolatokat gondolattal lecsendesíteni nem lehet, beszédet beszéddel elcsendesíteni nem lehet, tetteket tettekkel elnyugtatni nem lehet, érzelmeket érzelmekkel kioltani nem lehet. Tehát tér vissza, nem mozduló, nem keletkező, nem cselekvő tudat. Gyönyörűséges tapasztalatához, és akkor olyanná válsz, mint a tükör. Nem fordulsz el tőle, nem válsz közömbössé, nem szűnik meg a kapcsolat, csak nem reagálsz, figyelsz. És ez a legnagyobb gyógyír ezekre a hiperdualisztikus, nagyon reaktív karmákra, hogy az atombombából hirtelen atomerőmű lesz, és az is alapon van. És ekkor tudod tényleg őt úgy látni, ahogy van. És ez az elején nem könnyű, mert ugye nagyon küzdünk azért, hogy a másik azokat az illúziókat higgy el, amiket mi szeretnénk neki adni. És amikor ezt nem teszed meg, akkor segítesz neki igazán. És magadon is. De csak a neki nyújtott segítségen keresztül tudsz segíteni magadon. És ez nem csak a családban van így. Ez az egész csoportban, az egész emberiségben így van. Ha valaki egyéni megváltást szeretne, Egyéni megszabadulást szeretne, az csak a felébredésen és mások segítésén keresztül tudja elérni. Mind a kettő. Nem egyik, nem másik, mind a kettő. És nem önfeláldozó segítség vagy, szóny szóval, mondjuk. Tehát szinte önfeláldozásba megy át, hogy az ember úgymond feladja önmagát sokszor, hogy túl teljesíti azt, amit adnia Kétféle kell. Kétféle áldozathozatal van. Az egyik, ami után az énség újra termelődik, egy másodperccel később már ott van a kényúr, mert én feláldoztam magam. Mi történt? Nem áldoztál föl semmit. Egy játszma volt. Vagy egy olyan áldozathozatal, ami után az énség nem termelődik újra, és hátra léptél, és teljesen mindegy, hogy mi az eredményed, de te tudod, hogy helyesen tettél, helyesen beszéltél, helyesen gondolkodtál és éreztél. Mert akkor abban a pillanatban feloldódott a görcs, és el tudtad szépen trájbolni a csomót a palacsinta tesztában. A kis énséget, a kis egógombócskát, ugye? Ekkor lehet igazából szépet sütni. Köszönöm. Szívesen. Szóval mondtad azt, hogy más nem tudom, a hátizsákunkból kivenni köveket, de tudunk mi kivenni köveket a gyermekeink hátizsákjából? Igen, amíg képlékeny. Amíg hisz neked. Amíg te vagy az abszolút érték a szemében. Amikor Hány éves kor? Általában hét. Határos. Három és hét éves kor között hatalmas nevelő hatása. Már nullától háromig is, de az még nem annyira tudatos. Akkor még csak energetikával, példával, azzal az atmoszférával és térteremtéssel tudott tanítani a gyereket, a kisdedet, ami otthon van. Ez az egyik legerősebb személyiségformálás, hogy a gyermek otthon a másik szobában, 14 hónapos, anyuka és apuka nem emeli fel a hangját, elkezdenek valahogy halkan vitatkozni, és a gyerek fölsír. Erről beszélek. Ha ezt a szülők tudnák, olyan pucparádéba vágnák a lelküket, úgy kisöpörnék a karmájukat, hogy a gyereknek a legjobbat adják. Önmagukból a legjobbat anyaként és apaként. Ez a nulla és három között, aztán elkezdünk beszélgetni így. rövid átmenettel, 7 éves korig még annyira képlékeny a személyiség, olyan vékony az egókéreg, néha már akkor sem, de átlagban három és 7 éves kor között, utána 7 és 10 az a három év, úgy látod, hogy keményedik, beindul a prepubertás 10 éves kortól, és utána alig látod. Tehát, jó, tessék felhasználni ezt, igen, lehetséges kivenni köveket, és be is tenni köveket. Ez a nevelés, tanítás hatalmas felelőssége, és nem csak te, családtagok, iskola, egyebek. Ezért fontos, hogy milyen környezet, milyen társadalom, mit adsz neki, mivé lesz ezáltal. Nagyon komoly. Köszönöm. Szívesen. Utószóként azt szeretném mondani, hogy nagyon sokan megkérdeznek, hogy ha a világ az endbuddhizmust követné, akkor az jobb lenne, és a visszakérdezésem az, hogy mindenki ezt szabad akaratából, saját döntéséből tenné? Vagy hirtelen valaki meg akarná őket téríteni, mert megnézett egy-két YouTube videót? Úgyhogy vigyázzunk ezzel, mert igazából az emberiségtől a saját fejlődését nem lehet elvitatni. A saját utunkat nem lehet lerövidíteni azon saját magunknak kell járni, és hogyha van egy általános globális segítség, amivel tényleg az emberiséget egy szebb, szenvedésmentesebb állapotba lehetne hozni, az bizony a normális oktatás és nevelés, kérem szépen. És az összes többi szociális ellátórendszer működése emellett. Ez nem azt jelenti, hogy az emberekről levesszük a felelősséget, sőt, pont az ellenkezőjét, felelősségre tanítjuk őket azzal, az oktatás és a nevelés az alapvető okozati tanítást adja belül is, kívül is. Ha megtanítjuk az gyerekeket arra, hogy ők hogy működnek, és a világ hogy működik, meg fogják köszönni. Ha illúziókat tettünk elé, akkor el fognak tőlünk fordulni. Tehát minden gyermeknek legyen alapvető joga, lehetősége, hogy tanuljon. És elvégezzen mindenki egy középiskolát. Legalább. És ekkor teljesen más generáció fog fölnőni, mert egy kiegyensúlyozott, élhető társadalmat csak kiművelt emberfőkre lehet építeni. Amennyiben nem tesszük ezt, akkor lefokozott tudatosságok fognak működni a saját korlátaik között. És ez az, ahol a szenvedés kimutatható, a maga és más szenvedtetése. Úgyhogy tegyünk meg mindent azért, hogy a lehető legtöbbet tudjuk meg magunkról és erről a világról, hogy megismerhessük a másik embert is, a családunkat is, a társadalmunkat is. És ha ezen túlmenően szeretnék valami transcendens gyakorolni, akkor tényleg válasszunk ismereteink tárháza fényében, tapasztalatunk fényében. Az alapvető, Neveltetés, oktatás nélkül ez nem megy. Nem hidalható át a rés, és nem helyettesíthető semmivel. Ez az alapvető emberi minőség, amit ki kéne hoznunk magunkból, az alapvető emberi megismerés. És ezek után lehet arról beszélni, hogy meghaladjuk ezt a világot. Csak azt tudjuk meghaladni, amit megismertünk. És csak azt tudjuk igazán szeretni, akit megismertünk. Köszönöm a figyelmet!